teljesen rendhagyó előadás, hogy módon ezt nem is tudom, hogy minek nevezzem, tanulának a jelenlegi életkora miatt már talán nem lenne szabad ezt neveznem. Ugyanis én, mielőtt félreérteni bárki is a helyzetemet, én nem vagyok művészettörténész. Tehát egy-egy kompozícióról, egy-egy festményről olyan részletességgel, ahogy egy igazi specialista, egy szakember tudna beszélni a kép szerkesztéséről, a fényhatások beállításáról, nehogy Isten ecsetkezelésről, én nem fogok beszélni, mert nem értek hozzá. Tehát ehhez a részéhez én nem értek, és akkor nem akarok úgy tenni, mint hogyha értenék hozzá. Egyébként pedig kifejezetten koszta specialista sem vagyok, úgyhogy a mai alkalom az talán arra lesz jó, és véletlenül nem vagyok a jelenlők egyedül, hogy egy laikus, amatőr, művészetbarát szemével próbálom nézni Kosztát, Koszta képeit, meg a kort, amiben Koszta élt és alkotott. Szóval a következőről van szó. Azt tudja itt mindenki, hogy Kosztának most viszonylag kerek évfordulója van, hiszen 150 esztendeje született. Ez az apropója a nem csak ma, hanem a már hetek óta tartó és aztán őszig tartó Kosztával kapcsolatos rendezvényeknek. És hogyha végig gondoljuk, hogy 1861-től 1949-ig élt, akkor csak most gondoljuk végig itt az idősebbeket is beleértve. Hát nálam a fiatalabb nem sok van már itt, de hát a fiatalabbakat is, hogy ez azt jelenti, hogy Koszta József annak idején még 1867 előtt az úgynevezett önkényuralmi korszakban a kiegyezés előtt született. Hát ebből ő nem sok mindent fogott föl meg kisgyerekkor. A fiatal éveit és fiatal felnőtt férfi és művész éveit a jóreg osztrák-magyar monarchiában élte le. Aztán átélt egy világháborút, átélt a világháborút követő két elvetélt, sok szempontból szerencsétlen forradalmi kísérletet, nem fogom elemezni ezeket, csak utalok rá. Aztán ott van Trianon, aztán ott van a Horthy rendszer, aztán ott van az ő életében még mindig a második világháború, azon belül aztán először a német megszállás, a történet végén az orosz megszállás, aztán ott van néhány esztendeig, 45-től 48-ig az úgynevezett koalíciós korszak, nem akarok történelmúrát tartani, csak így fölnézem, és hát 49-ben nem tudom, hogy mit érzékelt akkor ebből, hiszen már az élete utolsó hónapjait élte, tehát gyakorlatilag az már Rákosi diktatúrának a kezdete. Ha ezt így végig soroljuk, akkor hihetetlen, hogy mi minden történt körülötte. És hozzá kell tennem, az általam olvasott és ismert Kosztával foglalkozó kisebb-nagyobb tanulmányok közül egyik sem utal arra, hogy Kosztát úgy egyébként személyesen, különösebben a politika érdekelte volna. Se pró, se kontra, nyilván, mint értelmes és világlátott embernek lesz róla véleménye, vagy volt róla véleménye, de ez sem a festményein nem látszik lényegében, sem a különböző megnyilvánulásai. Kérem szépen, tehát a kisgyermek esztendők Brassóhoz, Köti Brassóban született, székely családból származik. Az apa és az anya egyébként nem egy túlságosan tehetős családról van szó, egy olyan közegbe kerül be, és még egyszer mondom, még jóval félon előtt vagyunk, ahol azért az őt, az őket, a családot körülvevő lakosság többségében nem székely és nem magyar, hanem a szászokhoz tartozik. Ő a szó mai értelemben véve nem volt különc, de meglehetősen zárkózott férfiúként élte az életét. Erre fogok majd egy-két lehetséges, hogy közismert anekdótával vagy példával is szolgálni. Minden esetre az, hogy nem könnyen oldódó, hangsúlyozom még egyszer, nem emberkerülő és véletlenül sem embergyűlölő személyről beszélek, de nehezen oldódó, zárkózott emberről van szó, ez fakadhat például abból, hogy a szülő hazájában és azon belül a szűke pátriájában, tehát most Brassóról beszélek, egy kisebbséghez tartozott. Önök közül jó néhányat ismerek, tudom, hogy és biztos vagyok benne, hogy önököt is akad zárkozottabb ember, és valaki nyitottabb, és könnyebben oldódik. Ez egy egyéni tulajdonság, ez Kosztát egyébként majd végig fogja kísérni, és talán, nem látom, hogy a legfontosabb, de talán az egyik oka lesz annak,
hogy majd itt Szentes mellett, és itt Szentes mellett, és a tanyavilágban települ le. Tehát erről majd még fogok beszélni. Tehát ez, ha úgy tetszik, a bölcső, a nyitó része az életének, és aztán, még hogy Brassóban kezdi a tanulmányait, egy ottani középiskolában végzi az iskoláját, jó tanulónak számít, ennek most ebből a szempontból, ami ma elhangzik, különösebb jelentősége nincs, csak talán abból a szempontból, én követtem el a mai alkalomnak a címét, hogy hozta az európai, hogy ő aztán majd érett művészként, felnőtt emberként gyakorlatilag Európa minden olyan pontján megfordul, egy kis túlzással, talán Spanyolországot hagyja, akinek Angliát ilyen szempontból, ahol számottevő tradíciói vannak a festészetnek. Vagyis ő európai szinten látja a világot, így aztán a Szentes melletti tanyát is, magát Szentest is, talán önmagát is, meg a művészettel kapcsolatos elképzeléseit, és ez nyilvánvalóan azt kell, hogy feltételezze, hogy az iskoláit nem hanyagolta el. Érdekes, egyébként leginkább a legfrissebb, de még nem publikus, tehát még nem kiadott tanulmányra Balázs Gyuri bácsinak a kis 16-18 oldalas dolgozatára tudok támaszkodni leginkább, mint a legfrissebb összefoglalóra, hogy ő úgy emlékszik ifjú korára, hogy ő leginkább juhász szeretett volna lenni, juhászpásztor. Ezt valahogy újságban nyilatkozza, akkor, amikor már nyilvánvaló, hogy nem juhászpásztor, hanem festőművész, mert hogy, mondja Kosta, az öreg Kosta, visszagondolva a kamaszkorára, említés a kamaszkoráról beszélünk most, hogy akkor a kutya elnézi a munkát, ugye az ott rendezi a jószágokat, ő megnézi a felnőket, és olyan idillikusan, olyan árkádiai idill, hogy az ókori görögökre hivatkozzak, vagy kukoricajancsőre, hogy egy kicsit modernebbre, már nem ősen modern, tehát Petőfi sem, de ő így képzeli ezt el, hogy akkor ő elhalott a subáján, és tevelgeti a jó a kutya a nyájat, és akkor ő megnézi az eget, most ebből a szó szerint. Hát ebből nem lesz semmi, viszont amit ő kitanul, mert még egyszer mondom, a család nem engedheti meg magának azt, hogy és akkor ebből a fiúból művész lesz, hanem igenis kétkezi kenyérkeresetre szorul rá. Ma azt mondanánk, hogy szobafestő mázoló szakmát tanul. De igenis nem kell azt szégyelni, hogy az ott kezdte a kenyést, ahogy ő nevezi aztán már érett festőként, az alapoknál. A másik, ami még szintén fiatalkor, na látják, ez már közelebb vezet egy kicsit a mi agyunkhoz, az én gondolkodásmódunk szerint ide a falakon levő csodák közé, hogy kitanulja a fényképész mesterséget, ami akkor újdonság, vagyon új, egyáltalán technikailag új, hogy valaki fényképezzen, és később megint az öreg Kosztára hivatkozott, és kivételesen engedjék meg, talán nem ünneprontás mindez, hogy utólag és Isten megbocsátja, hogy nekem egy kicsit helyre teszem Kosztát, mert téved. Ugyanis megtanulja ezt a mesterséget, mert a fényképész mesterséget. Olyannyira, hogy egy darabig, ami már a festményeiből nem tud megélni, az a kenyérkereseti forrása is. De öreg fejjel úgy emlékszik erre vissza, hogy abba hagytam én ezt, mert az nem művészet, mondja Kosta, itt majdnem szó szerint idézem, mert ott a gép dolgozik, ez nem igazi művészet. Az 1800-as évek második felé, utolsó harmadában teljesen érthető, hogy ezt így látja. Mi viszont nagyon jól tudjuk, hogy azóta már, ezért könnyű nekem itt okosnak lenni, de hogy nem, hát a fényképészet is művészetté vált. És aztán a fotózás és más közepette a festészet felé fordul az érdeklődése, ez a juhászkodás, ez olyan kedves, kicsit naív ötlet, örülhetünk valamennyien, hogy nem azt a pályát választotta, és az 1880-as évek elején, ha jól hiszem 80-82 között, de jól emlékszem, mert most készültem, de kint utána lehet nézni a tanulón, két évig Bécsben tanul, festőiskolán vesz részt, ekkor még a saját megspórolt pénzéből, na kérem szépen, Bécs, aztán Budapest, a szép rajz iskola, aztán utána München, akadémikus korszaka ez, Kosztának. Kérem szépen,
A Pesti tanulmányai folyamán a külföldieknek a neve ott föl van sorolva, most megnézhetném, és akkor felsorol, és el is felejtenénk röglest, aki meg annyira benne van, hogy ezt fejből tudja, meg nem szorul az én segítségemre. De Pesten Székely Bertalan, Lócz Károly, Penczúr Gyula, többek között a mester. Ezek nagy nevek, mint tudjuk. Mellesleg mondom, hogy amikor még az 1800-as évek végén, és az 1900-as évek elején ez az akadémikus szemlélet benne nevelkedik, ami kedvencünk Kosta, akkorra már a világ talán legfontosabb festészeti fóruma, ahol Párizsban évente megrendezendő szalon, ahol zsűri választja ki azokat a képeket, amiket évről évre bemutatnak, és ott egyáltalán bekerülni a kiállított képek közé, ott már az egy óriási dolog, már a szalon is támadják kívülről, és nem csak a vadak, hogy a párizsiakról beszéljek, hanem már egy kicsit konzervatívabbak is, vagyis Párizs már előttünk jár. Nem először és nem utoljára a magyar kultúrhistóriában, de Kosta még mindig az akadémista stíluson nevelkedik. És egy dátum, amit mindenféleképpen el kell mondanom, 1896 az első siker. Tehát az első igazi nagy siker, Hazatérő Palotok című festménye Budapesten is nagy sikert arat, és nagy sikert arat 3 év múlva, pont 1900-ban Párizsban is kiállításra kerül, és ott is elismerő kritikákat kap. Gyakorlatilag tehát a század fordulóra tekinthetjük azt a néhány esztendőt, vagy tehetjük, bocsánat, azt a néhány esztendőt, hogy Kosta országosan és bizonyos, akik világszerte ismert és elismert festő lesz. És ezt majdnem minden művész esetében meg lehet figyelni, akár írókról beszélünk, akár drámaírókról, akár szobrászról, próbálkozik, csinálja, tanulja a szakmát, és aztán van egy olyan alkotás, amire mindenki fölkapja a vizet. 1900-ra Kosta előkor mindenzel, és innentől kezdve már meg is tud élni a festészetből, és meg is lehet élni a festészetből. Viszont ez a végtérés vidéki emberről van szó, itt ez idő, tehát az első világháború előtti korszakról beszélek, most már némi pénzhez jutva, ösztöndíjak segítségével is külföldi tanulmányokat tud folytatni, például a Jolisman Müncheni éveit azt már ösztöndíjjal, tehát anyagi támogatással nézi, megfordul Nagybánya környékén, bár az életrajzok tanulsága szerint nem lesz tagja a nagybányai művészetnek, a nagybányai iskolának. A pontos okát ezt nem lehetőleges, én nekem nem sikerült kideríteni, hogy ha valakinek van valami tudomás erről, akkor azt majd biztos, hogy végén megosztja a többiekkel. Én itt látom az első olyan jelét annak, hogy zárkózott. Ugyanakkor önmagamat cáfolom meg Kosta segítségével, mert ő művész és nehéz satójába tenni, pontosabban nem szabad katujába tenni, hogy Szolnokon is megfordul az első világháború előtti években kétszer is, ott is működik egy művésztelep, én is jártam, és máig is hangulatos, és tudomásom szerint máig is működik, vagy most a 90-es évek végén még működött, nem tudom, most a támogatások hogy vannak, de van egy művésztelep, ott például, ott részt vett a telepnek a, mondjuk, a társasági életében mindennapjaiban. Nagybányán valamiért nem.